Hunyadváros belterületi szakaszát mostanra már szinte teljesen felújították, így olyan járdaszigetek és felületek is kialakulhattak, amikkel kiválthatták a régi használhatatlan részeket. Emellett pedig jelzőlámpás csomópont került kiépítésre a Rákóczi utca és a Forberger utca találkozásánál. A megvalósításkor a legmodernebb készülékeket szerelték be, így a vakok és gyengénlátók közlekedését itt már a hangrendszer is segíti. Az elmúlt időszakban a várost azt jellemezte, hogy mindig valamilyen utcafelújítás vagy járdafelújítás zajlott éppen. Most is a városközpontban a város, az önkormányzat járdafelújításokat végez. Most pedig egy olyan útátadó ünnepségen voltunk, szalagvágáson, ami lezárt egy nagyobb projektet. Én úgy gondolom a városban élőket, a bonyhádiakat alapvetően nem is érdekli, és ez így van jól, hogy ki a beruházó, ki a kivitelező, ki rendelte meg a munkát, kinek az útja, kinek a feladata, hogy az az út, az a járda jó minőségű legyen, és ez így van rendjén, hanem nekünk városvezetőnek az a célunk és az a feladatunk, hogy akár önkormányzati ingatlanon, önkormányzati tulajdonban lévő úton és járdákon, akár pedig a magyar állam tulajdonában lévő, amit a Magyar Közút üzemeltet, azon olyan minőségben és olyan elvárásoknak megfelelően lehessen közlekedni a mindennapokban, ami biztonságos és ami a balesetmentesen történhet. És nagyon hálás vagyok a kivitelezőknek is, mind a fő, mind az alvállalkozóknak, hiszen minden olyan kérést, ami a felújítás során felmerült az elmúlt hónapokban, azokat meghallgatták, és a kéréseinket abszolút abszolválva végrehajtották, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenkinek a megelégedésére történt a városközpontnak ez a felújítása. Nem mellesleg és legfontosabbat kiemelve részeként azt az új jelzőlámpás csomópontot, amely remélem, hogy a jövőben a balesetmentes közlekedést fogja elősegíteni. Beszéltünk már arról, hogy miért pont jelzőlámpa és miért nem körforgalom, de ha van rá igény, szívesen röviden most is összefoglalom. Közúti mérnökök évekkel ezelőtt már mindkét verziót megtervezték, és egy olyan döntés született a szakemberek részéről, hogy minden útjogi szabálynak megfelelően, a hely adottságainak megfelelően a jelzőlámpás kialakításra van lehetőség. Ez valósult meg, amit már azért néhány hete a városiak, a bonyhádiak és a környékben, akik erre utoznak, birtokba vehetnek és használhatják. A lámpák természetesen, hogyha nem úgy működnek, ahogy azt mi szeretnénk, azokon lehet állítani. Ez egy próbaidőszak, hogyha valami esetleg még komfortosabbá teheti a folyamatos közlekedést, amit ez a jelzőlámpa lehetővé tesz, akkor azt arra van lehetőség a későbbiekben. A felújításnak még egy nagyon fontos része volt az ipari parkban lévő utcakat bővítése. Hiszen ott egy kanyarodó sáv, egy csomópont épült meg, az pedig azért fontos, hogy az ott működő vállalkozásoknak a mindennapjait segítsük. Örülök annak, hogy ezek a projektnek ez is része lehetett, és az a hiányosság is megvalósulhatott, és ma már szolgálja a vállalkozásoknak a mindennapjait. Úgyhogy csak az örömömet és a köszönetemet tudom kifejezni, és folytatjuk. Mi most éppen járdafelújításokkal, idén soha nem látott mértékű 85 millió forintos keretből, amit Bonyhádváros önkormányzata az úgy a járdájának a felújítására fordít. Ez a beruházás három projektelemből állt össze, és a település és területfejlesztés operatív program keretein belül valósult meg. A bruttó 1 milliárd forint költségű felújítást teljes egészében uniós forrásból finanszírozták. A három projekt közül az első elem az a Hőgyész-Dombóvár összekötő úton Kurd és Döbrökhöz közötti közel 1 kilométer szakasz teljes felújítása történt. A teljes felújítást azt értjük, hogy az út alapoktól a védőrétegig, aszfaltrétegig teljesen fel lett remixálva az egész, újra lett építve, hiszen egy lápos, mocsaras területre épült korábban ez az út, és így a zaltalajnak a teherbírásvesztés miatt eléggé eldeformálódott az út. És ez mellett megcsináltuk a vízelvezetéseket, árkokat, illetve patkákat, illetve ezen a szakaszon két új szabvány szerinti buszöböl épült ki. Ebben a projektben a második elem az pedig a Bonyhád-Majorti közötti útszakaszon
épült egy 300 méteres útszakasz felújítása, amely magába foglalta a Bonyhád újipari parknak a csomópontját is. Ez teljes szélességében egy új szabványos csomópont került kialakításra, jobbra, illetve balra kanyarodó sávokkal a közlekedés biztonsági javítására. Ilyen nagymértékű és átfogó munkálatok után az autósok és gyalogosok már sokkal modernebb és biztonságosabb utakon közlekedhetnek. Ezzel is könnyebbé válnak a mindennapok a bonyhádi és a környékbeli lakók számára.